20-21. Század számtalan traumájának és változásának sorába tartozik sok ezer európai település megszűnése, vagy máig tartó haláltusája. A megnyitóra érkező vendégekkel telt meg a múzeum egész épülete. A megnyitón, a köszöntők és egy rövid ismertető mellett Rozs Tamás, zenész, zeneszerző lépett fel. Atlantis kis világok, ez igazából eltűnt falvakról szól. Atlantis azért, mert a névadója az egy Dunában elsüllyesztett sziget, amit a Duna-Atlantiszának is hívnak. Kis világok pedig azért, mert minden egyes település a maga módján egy kis saját világ. És ezeknek a világoknak állítunk egyrészt emléket, másrészt meg felhívjuk a figyelmet, hogy ezeknek a kis világoknak az elvesztésével mindannyian szegényebbek leszünk. A kiállításon a Tolna vármegyei dolina látható, ahol pár éve kiástak egy 70-es években kútba eresztett harangot, amely szintén a kiállítás tárgyát képezi. Korpád és Gyűrűfű szintén a 70-es években váltak lakatlanná, de utóbbit azóta rehabilitálták. A két település képviseli Baranya vármegyét. Az észak-magyarországi Derenk vadrezervátummá alakult a II. Világháború után, és végül, de nem utolsó sorban, a vajdasági Terján történetei láthatók. Lakosainak a szomszéd településre kellett költözniük az 50-es években. A tárlat nem túl nagy, mert ilyenek a helyi adottságok, de nagyon sok információ van benne. 5 magyar, illetve magyarországi falut választottunk. Derenk, Tarján, az pont vajdaságban van, de magyarok lakta falu volt. Gyűrűfű, Dolina és Korpád. Dolina Bátaszék környékén van, Gyűrűfű, Korpád Baranya megyében, Derenk pedig Észak-Magyarországon. És ezeknek a falvaknak a múltjáról, a jelenéről, az emlékezet kultúrájáról láthatunk fotókat, tárgyakat, szövegeket, valamint, ami szerintem meg így érdekessé teszi a dolgot, egy fotóművész végigjárta a projekt összes faluját, ez 23 falu, ez több ezer kilométeres út volt, úttalan utakon, mert hogy eltűnt településekről van szó, és végigfotózta azt az állapotot, amit most 2024-ben látunk, idén tavasszal. És amit majd még a kiállításban már nem látni, hanem hallani lehet, hogy minden faluban több óráig kirakta a mikrofonját, és hogy mit lehet hallani egy üres helyen. Tehát mik az üresség hangjai, és ezekből a hangokból zenét komponáltattunk, és itt a kiállításban azok a hangok hallhatók, amik ezekben a falvakban lettek felvéve. A falvak kihalásának, felszámolásának sokféle, legtöbbször politikai vagy társadalmi, ritkábban természeti okai vannak. A Janus Pannonius Néprajzi Múzeum legújabb kiállítása erre a jelenségre hívja fel a figyelmet hazánkban, de a projekt nem csak Magyarországot érintette. Igazából ennek több oka is van, tehát én Berlinben dolgozom, az Európai Kultúrák Múzeumához vagyok hozzárendelve, és közép-európai projektekért vagyok felelős. Tehát ez ilyen munkahelyi előírás is szinte mondhatnám úgy, de Pécsről származom, itt vannak barátaim, itt vagyok itthon, illetve a környező országokban is úgy érzem, hogy otthon vagyok. Tehát így jött maga a gondolat, és az, hogy ezt a témát választjuk, annak vannak saját, tehát személyes okai is, mert én magam is jártam ilyen falvakban, olvastam ilyen történeteket, amiket elég megrázónak tartok. A másik oka az, illetve a kiállításnak a célja is, hogy felhívjuk a figyelmet erre a jelenségre. Mert az, hogy a falvak elpusztulnak, előregszenek, ez igazából egy globális és nagyon európai jelenség. És azok az emberek, akik ezeket a településeket kénytelenek elhagyni, nekik nincs lobby erejük. Tehát ő értük nem nagyon szól senki. És azt gondoltuk, hogy egy ilyen nemzetközi projekttel felhívjuk a figyelmet erre a jelenségre, erre a helyzetre. Nem áltatom magam azzal, hogy nagyon nagyot tudunk segíteni, de úgy gondolom, hogy mégis fontos, amit teszünk. A magyarországi kiállítás alapját képező kutatásokat egy újvidéki történész kutató, a Pécsi Tudományegyetem kutatói és a Budapesti Néprajzi Múzeum munkatársa végezték.